Sziasztok, ismét Kei vagyok. Ebben a videóban a két kedvenc zenekaromnak a koncertjéről fogok nektek vlogokat mutogatni, mivel hogy volt szerencsém eljutni rájuk. Egyébként a CrossFit-re, ami a legnagyobb kedvencem ever, rájuk kétszer is eljutottam az évben, mert egyszer jöttek Budapestre előzenekarként, szóval azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy ez megtörtént. Szóval eszméletlen boldog volt, amikor bejelentettek még egy turnét, még ha nem is Budapestre, de legalább Bécsbe koncert időponttal, amivel úristen, azért kétszer látni egy évben a CrossFit-et, hát még így is kevés, de azért nagyon hálás vagyok. Szóval, amit ebben a vlogban látni fogunk, az nem más, mint igazából két különböző módja a Bécsbe utazásnak. Az egyik az, amikor felülsz a vonatra, veszel szállást, meg minden saját magadnak intézel, a másik pedig ez a kis tipikus kényelmes, elvisznek kocsival, ott vagy, az haza is mész, nem kell pluszban semmit sem venni, nem kell pluszban lakást bérelni, szóval sokkal egyszerűbb módja, de valljuk azért nem mindenkinek van erre lehetősége, mint ahogy nekem sem volt kétszer egymás után erre lehetőségem. Szóval, ha már volt erre lehetőségem, hogy ezt így megtapasztaljam, arról is mesélnék nektek, hogy így a pro és kontra az ilyen utazások mellett. Egyébként elég problémás volt a lakásunk, mivel hogy elfelejtették, hogy mi négykor át szeretnénk venni, és nem jött oda senki, viszont ugye annyi szerencse volt, hogy késő volt a koncert, tehát nem 6-kor volt a kapunyítás, hanem valamikor 7-kor vagy 8-kor, és igazából a kedvenc zenekarom valamikor 11-kor játszott. Viszont ha nem így lett volna, akkor lehetséges, hogy még el is kések a koncerttől, ami valljuk be, elég kellemetlen lett volna. Szóval nagyon-nagyon figyeljetek ti is oda arra, hogy hol vesztek lakást, mit vesztek, biztos megbízható-e. Én őszintén szóval most már ott tartok, hogy lehet, hogy legközelebb a lakásbérelő külön írok nekik még vagy 3-szor, hogy ugye nem felejtettétek el, hogy 4-kor akkor szeretnénk oda bemenni, mert elég kellemetlen volt, mert tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon hideg volt, és elkezdett esni az eső, mi meg ott voltunk egy olyan helyen, ahol amúgy semmilyen dolog nem volt, ami alá tudtunk állni, és már majdnem sírtam, annyira hideg volt. Szóval ez mindenképp egy negatívum abban, ha utazol, hogy nem biztos, hogy probléma nélkül megvesz a lakásod, meg minden, plusz ugye mindenképp az is egy negatívum, hogy plusz pénzt kell költened. Viszont nagy pozitívum az, hogy addig maradt a koncerten, amíg szeretnél, és valljuk, hogy amikor az ember a kedvenc zenekarára megy, nagyon szívesen maradna az after party-ra, amikor mondjuk tud beszélgetni a tagokkal, mert például most, amikor a Coldplay-en voltam, mivel a család vitt és nagyon-nagyon elfoglaltak, nagyon sokat dolgoznak ők is, ezért amint vége lett a koncertek, be kellett szállnom a kocsiba és menni haza, pedig amúgy simán maradtam volna még velük egy picikét partizni. Szóval ez mondjuk mindenképp a negatívuma, ha kocsival mész, hogy gondolni kell arra is, hogy a sofőrnek nagyon-nagyon soká kell vezetnie. És ha még mellé hajnali bulizol is, akkor lehet, hogy nem a legjobb dolog. Szintén nem a legjobb dolog például fullosan részegen beülni egy kocsiba, még ha nem is te vagy a sofőr, akkor se, és aztán végighányod az egész utat hazafele. Szóval emiatt megint csak eléggé kényelmes az, hogy van egy lakásod, ahol ki tudod magad pihenni, mielőtt nekiállsz mondjuk a nagy útnak haza. Szintén talán olcsóbban is megúszod, ha kocsival mész, mert ugye nem kell annyi kaját venni, mert például nekem, mint gluténérzékenynek nagyon nehéz volt a kajálás Bécsbe, főleg, hogy egy nagy negatívum egyébként Bécs felé, hogy alig beszéltek angolul, ami szerintem abszolút minimum egy olyan helyen, ahova sokan járnak, mert egyébként az aréna ez a leghíresebb koncerttermük, és még ennek ellenére is a környéken abszolút nem beszéltek az emberek angolul. Meghallották azt a szót a glutén, és már inkább nem mondtak semmit, és azt mondták, hogy nincs kajájuk, pedig egyértelmű, hogy volt legalább valami salátájuk, amit elén tudtak volna csapni. Szóval óriási nagy csalódás volt ezen téren Bécs. Viszont ha gluténérzékeny vagy, és Bécsbe mész, és mondjuk pont itt az aréna környékén, akkor van ott egy bevásárló központ, aminek Gasometer a neve. A Gasometerben ingyen WC is van, nem azt mondom, hogy a legszebb, de azért, hát de van olyan szinten, mint az itteni pesti bevásárló központokban, sőt talán még, nem mondanám jobbnak, de olyan szintű, nagyjából, mint azok. És a Spárban nagyon sok gluténmentes és vega cuccot találsz. Én például ilyen kis salátákat ettem, amit lehet, ez a spártugó téma volt, és volt ilyen babos saláta, meg ilyenek. Tehát amitől azért jól tudsz lakni, és mellé veszel egy gluténmentes kenyeret, ami szintén van ilyen előcsomagoltba a Spárba, akkor szerintem bőven jól tudsz vele lakni, és amúgy nem is kuszod meg annyira drágán. Szóval ez mindenképp ajánlom, ha esetleg arra felé jártok, és úgy érzitek, hogy úristen, valamit azonnal ennetekkel, akkor a Spárban nagyon-nagyon sok dolgot fogsz találni, szintén legalább inni, enni tudsz venni, meg van tető a fejed felett, tehát esik az eső, akkor se fogsz szarrázni, meg megfagyni. Szóval a Gasometer az egy nagyon-nagyon jó helyen lévő dolog, az arénától kemény. De 2 utcára volt, 5 perc volt oda az út, onnan megy egyébként a metró is, szóval mindent megtaláltuk ott a Gasometer környékén. Ezt főleg amiatt mondom el, mert 3 évvel ezelőtt folyton egy nagyon-nagyon rossz minőségű benzinkútra jártunk, WC-re, amikor kellett, és hagyjuk. Tehát az az a benzinkút, amire ránézel, szifiliszes leszel. Tudom, hogy nem így terjed, értitek, mire gondolok. Szóval a lényeg az, hogy nagyon-nagyon undorító, és egy WC van, és abban már szerintem a
alja emberek is jártak, és abszolút nem jó. Viszont tényleg pár méterre tőlem ott van ez a bevásárlóközpont, ami azért tényleg szép ahhoz képest. Szóval ha arra felé jártok, akkor ez nagyon fontos info. Másik nagyon fontos info, hogy nem lehet kártyával fizetni általában, de ez amúgy nálunk se lehet, tehát nem értem a hisztit, amit általában az emberek levernek, hogy miért nem lehet kártyával fizetni, mert sehol nem lehet általában kártyával fizetni. Viszont pénzt le tudtok venni a gaszométerben, amit viszont nem találtunk, az pénzváltó, tehát lehet én azt mondanám, hogy vegyetek le ott pénzt, még ha pluszba fizettek is rá, mert a váltásra is ráfizettek, tehát tök mindegy szerintem, hogy hol veszitek le. Váltóról nem tudok nyilatkozni, mert őszintén szóval kicsit meg is lepődtünk, hogy nem találtunk, pedig a barátnőm az készpénzbe hozta el a pénzt, amit be akart váltatni, és így elég kellemetlen volt, de mindegy. Szóval ezek most így hirtelen a fontos információk, de szerintem bele is kezdhetünk akkor a vlog első részében, ami nem más, mint a CrossFit koncert. Nem tudjuk, hol vagyunk, de nem is érdekel minket igazán, szóval csak megyünk. Gyertek velünk! Megérkeztünk az arénához, bár még nagyon korán van, meg még át kell vennünk egyébként az apartmant, meg mindent. Arra jutottunk, hogy Bécs valami eszméletlen büdös. De én még ilyen büdösen nem basztam. De gyerekek, belvárosban élek, Pesten, tehát hogy nekem nincsenek igényeim, de ez nagyon-nagyon durva. Most így chillelünk egyet az arénánál, megmutatom nekik a kis bevásárló központot, ami tök menő néz ki, amit már ti láttatok a Mike Shinoda videómban, és utána meglátjuk, hogy hova sodor minket az élet, mert őszintén szóval fogalmunk nincsen. Szóval ide értünk az arénához, még senki nincs itt. De ez nekünk csak tök jó, mert itt békésen, itt a sarokban egy kicsikét kipihenjük magunkat, aztán megyünk egyébként tovább. De azért izgalmas így látni ezt az arénát, hogy itt tényleg... Szóval majd meglátjuk, hogy tényleg már esetben az élet, mert fogalmunk nincs őszintén, szóval azt hiszem, hogy több időnk lesz, csak eléggé sok idő volt ide jutni, és erre mondjuk eléggé nem számítottunk, szóval... Hát gyerekek, eddig csodálatosan izgalmas ez a kis utunk. Itt most épp Dante meg Hauker itt kedvesen egymás mellett. Mit főznek? Nem tudom mi az, mi a tökömet főztök. Szóval ugye itt voltunk már reggel, viszont becsekkolni csak 4-kor lehetett, ami tök jó, meg ezzel nem is volt gond, 4-re ideértünk. Viszont kiderült, hogy elkeverték a rendelésünket, és hát nem tudtunk becsekkolni 4-kor, mivel nem volt itt senki. És hát ugye ez egy koncert, amire megyünk, tehát logikus módon szeretnénk mi hamarabb kimenni. Hát most így 5 óra van, most sikerült, nagy nehezen, miután igazából elég sokat veszekedtünk, hogy jó lenne amúgy, ha beengednének, mert a reggel óta amúgy basszuk itt a rezet, és már eléggé fáradtak vagyunk. Szóval most egyelőre nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, szétfagytunk, mert elkezdett esni az eső még mellé, szóval remek, erre a szóra még jobban elkezdett esni. Nem baj, esenyőt én nem hoztam, csak Dante, szóval ez így nagyon-nagyon vicces lesz. Ide jöttök, ez itt egy ilyen kis folyosó, itt a fürdő, amit már összekakiltunk. Ezek itt az ágyak. És igazából ennyi mikró nincsen, amire inkább nem mondok semmit, de ezen kívül minden csodálatos és tényleg kifejezetten elviselhető. Ez kérlek szépen vegán gyrosz, ami épp készül, amit kurvára olajba kell megsütni, de nincsen, szóval ez van. Ők itt ilyen kis műtyiket fognak enni. Ez nagyjából ennyi van jelenleg. Yeah.
tudok mit mondani. Minden esetre, amit szeretnék elmondani, nem volt a kedvenc dalom. Bocsánat, kettő dalt vártam a koncerten, mind a kettő elmaradt. Abból az egyik, az egyébként egy olyan dal volt, amit minden egyes kurva koncerten játszottak, tehát ezt így nem tudom feldolgozni, de úgy döntöttem, hogy alapjáraton nem hagyom veszni így a kedvemet, és nagyon jól tettem. A fejemet azt látjátok, mármint, hogy így akkor sem lenne szebb fejem, hanem koncerteztem volna, ezt tegyük hozzá. Holnap még egyébként vlogolunk nektek mindenképp valamit, mármint azt szerintem holnap azért lesz időnk, meg ilyenek. Nem akarom tudni, hány óra van. Hajnali egy, holnap 7-kor kelünk, nagyjából, nem, 8-kor, és 10-re kint kell lennünk a lakásból. Nem tudom elképzelni, hogy fogjuk megcsinálni, de nem szólok bele, remélem hallotok egyébként valamit, de nem bírok már hangosabban beszélni. Most még van hangom, holnapra nem lesz, ezt tegyük hozzá. Szerintem azt hagyjuk holnap, mennyi hangom lesz. Bár ma nem nyomtam annyira durván, mint mondjuk Pesten. Tehát Pesten 2 napig nem tudtam egyébként felkelni az ágyból. Nem felkelni, fel tudtam, csak hangom nem volt. Felvásároltam a merch pultot, annak meg az árától nem jutok szóhoz. Felnőtt ember vagyok, arra költöm a fizetésem, amire szeretném. Ez egyébként a szép dolog a felnőtt életben, hogy te döntöd el, hogy mi fontos neked. Senki nem szólhat bele abba, hogy ez egyébként megéri-e vagy sem. Dante nagyon büszke, mert így 4 taggal sikerült alá, ennyire tudok beszélni, sajnálom, szóval ugye 4 tag? Jaj, hol a Hiroi és Tatsu? Az a nagyon fura lesz a Hiroi biztos, igen. Szóval aláíratta a kis CD-jét. És most nagyon boldog, mert nem szokott ilyeneket csinálni, de így felbátorodott általam. És megtette ezt a lépést, szóval az énekesen kívül mindenki aláírta, de az énekes meg lelépett, szóval. Így vele nem tudta, de ami késik, nem múlik. A papírt el tudott hozni egyébként, szóval még alá lehet iratni. Kövessétek a CrossFit-et, mert csodálatos zenekar, és ha lesz magyar koncertjük, kérlek gyertek el. Mert csodálatos. Hardcore, mint a picsa, meg fogtok halni. De én se vagyok... Igen, egyébként ez a lényeg, de én se vagyok nagy hardcore fész, bár eléggé nem ez tűnik föl abból, ahogy öltözködöm, meg minden, de mondjuk kedvenc zenekarom rajtuk kívül a 21 fucking pilot, szóval, hogy így... Nem épp hasonló zsáner. És szerintem ennyi is volt a reklámból. És most, ha belehalunk is elmegyünk az az egy rohadt katedrálishoz, amit jól néz ki. Büszkeségből. Már csak büszkeségből. Te nagyon szeretett volna egy lassos parfümöt, ami nincs az üzletekben, csak neten is gondoltam, megnézem itt hát, ha van, hogy nem, mintha nem tudna rendelni, csak értitek, most hirtelen, na, kicsit kényelmesebb lett volna, de sajnos itt se volt. Szóval ez Szomi, bár állítólag a nagy boltokban van, de szerintem ahhoz nem megyünk közel. És már mennünk kell haza, szóval igazából most elindultunk így, és megyünk egyenesen, és nem teljesen értem, hogy miért, de nem majd rájövünk. Gyerekek, nem is mi lennénk, hát most nem történne meg, ha és pont nem láttok. Szóval leszállítottak minket a buszról, mert van egy gyökér kocsis, aki rosszul parkolt be, és nem tud megfordulni a buszunk, szóval most itt vagyunk igazából pár méter otthonról, szóval haza fogunk gyalogolni, nem para. Csak hogy így, úristen, hát ez zseniális, tehát ez, nincs mit mondanom. Várjuk a balhét. Igen, várjuk a balhét egyébként, kibaszott gecik vagyunk. De a BMW az akkor, nem? Vagy nem, ő az. Szóval ez így nagyon-nagyon vicces, és tök nyugodtan kezelik az emberek. Én azon vagyok nagyon meglepődő, hogy senki sem hiszik, hanem így állnak ott mögötte, nézelődnek, és így teljesen el vannak. Szóval elég menő. Egyébként be is fejezem ezt a vlogot. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, és remélem tetszett a kis vlogunk. Tudom, hogy nem sok van benne, de azért így próbáltam mindent összehozni. Sziasztok!
Hát szerintem nem kell többet elmondanom, mint a szokás szerint, valami eszméletlen volt, amit műveltek a srácok. Én nem tudom, hogy csinálják, én nem tudom, hogy van erre energiák, én nem tudom, hogy lehettek ilyen aranyosak amúgy, mert eszméletlen kedvesek voltak velük, mert a koncert után megvártuk és beszélgettünk velük, és úristen is megöleltek, de maguktól én tényleg én csak oda mentem beszélni, még selfie-t csak értem meg aláírásra, én csak annyit akartam elmondani, hogy nagyon szeretlek titeket, bassza meg, nagyon kurva jók vagytok, és úristen, ennyi. Erre fogták magukat, de nem viccelek, akihez én oda mentem és beszéltem vele, az vagy megölelt, vagy valamit csinált velem. Valamit, de értitek, szóval megöleltek. Más nem, sajnos. Ha akármikor Bécsbe jártok, amikor crossfit koncert van, vagy itt Pesten crossfit koncert van, könyörgöm menjetek el, mert elmondhatatlan az, amit ők művelnek. A dobosuk a világ leggeniálisabb dobosa. Tényleg elképesztő, amit az a srác leművel, és úristen, nagyon-nagyon szeretem őt, és nagyon-nagyon. Nem is tartom embernek őszintén, szóval egy ember nem tud ilyeneket csinálni. Eszméletlen, amit leművel, és teszek is be linket szerintem a dobszólójára, amiket leszokott nyomni koncerteken, de úgy, hogy ezt ilyen fafejjel, hogy így jó neki, ez ilyen mindennapi dolog. Szintén lehet be is rakok nektek valami koncertet, de őszintén szóval nem ugyanaz. Tehát abszolút nem adja át egy laptopos koncert azt, amit ők csinálnak. És ezt úgy mondom, hogy nagyon sok koncerten voltam már életemben, nagyon is, kicsin is, ismeretlenen is, híresen is, és soha nem láttam még ekkora különbséget a DVD-s koncertek meg a rendes koncert között, mint ami náluk van. Még talán a Coldplay egy picikét olyan, de tényleg hihetetlen. Menjetek el, nézzétek meg őket, ha tehetitek. Stílusban ugye mindenképp a durvább, screamesebb vonal, szóval csak akkor hallgassátok meg, ha szeretitek az ilyen tusztucos, numetálos hangulatú zenéket, mert egyébként valószínűleg utálni fogjátok, de nem baj, azért adjatok neki egy esélyt, vagy valami. Nagyon gyors, Kei a jövőből bejelentkezés, amit kifelejtettem ebből a videóból, és nagyon-nagyon fontos az az, hogy volt szerencsém, nem nekem, igazából a barátnőmnek, interjút készíteni a CrossFitnek az énekesével, Kennel, amiből most láthatok ilyen hang nélkül kis részletet éppen. Szóval ennek az a lényege, hogy ez pár nap múlva fel fog kerülni a YouTube csatornámra, szóval ne lepődjetek meg, ha random megjelenik egy nem általam készített videó, ezt úgy értem, hogy nem én vagyok a videóban, hanem ez egy interjú lesz, mint mondtam Kennel, és nem én vagyok az interjú sem, sajnos. Viszont én szerkesztettem, én feliratoztam, szóval nagyon büszke vagyok rá, szóval majd szeressétek, lájkoljátok, kommenteljetek alá, hogy hogy tetszett, magyar felirattal lesz egyébként az egész videó, szóval érteni is fogjátok, és annyit szeretem volna hozzámondani még ehhez, visszaadom a szót az előzőkeinek. Hello! A második koncert, amin pedig voltam, az nem más, mint a Coldplay. A Coldplay-ről azt kell tudni, hogy miattuk ismertem meg egyiket a CrossFit-et, mert a Coldplay volt az előzenekar a CrossFit-nek, és a Coldplay miatt mentem el az első CrossFit koncertemre, hogy láthassam ugye a Coldplay-t előzenekarként, de maradtam a főzenekart is természetesen megnézni, mert ez a minimum. És úristen, amit én ott megtapasztaltam, azt már elmeséltem az előző részben. A Coldplay egyébként egy, nem mondanám kisebb zenekarnak, mert Japánban óriásiak, csak Európán belül még nem számítanak annyira nagynak. Az énekes az félig japán és félig amerikai, szóval gyönyörűen beszél angolul is, japán pedig az anyanyelve, szóval igazából, sőt, mind a kettő az anyanyelve, mert az anyukája mindig angolul beszélt hozzá, meg rögtön tanította angolul, amint megszületett, szóval szerintem abszolút anyanyelvként kezeli ezt a csodálatos nyelvet, és ők meg azért különlegesek, mert annyira hangulatos a zenéjük, és ahhoz képest, hogy japánok érzelmekről írnak, amiket nagyon-nagyon ritka a japán zenekaroknál, hogy az érzelmeiket írják bele a dalokba, mert általában ilyen vagy kitalált szituációra írnak rá dalokat, vagy pedig csibán ilyen parti dalok, hogy jó, hello, minden jó lesz, hogy valami, de soha nem arról, hogy velük mi van. És például Masato, az énekes, nagyon sokat ír a szerelmi csalódásairól, meg ilyen olyan dolgokról, amit a japánok abszolút nem szoktak kiemelni, főleg olyan personálisan, mint ahogy ő azt teszi. Szerintem nagyjából ennyit szerettem volna ehhez a részhez hozzátenni, még mindenki maradjatok a vlog utára, mert megmutatom nektek, miket vásároltam a merch pultban mindkét koncerten. Ugye a Coldplay szintén előzenekarként volt most is, akkor csak Round the Empire-nek, amiket, mint kiderült, tökre híresek nálunk. Én abszolút nem ismertem őket, én a Van OK Rock előtt ismertem meg ezt a zenekar. Azért is vállaltam be megint a Bécset, mert tudtam, hogy jó lesz a főzenekar is. Szóval én abban voltam, hogy ők ilyen kis zenekar, aztán kiderült, hogy köbben híresebbek, mint maga a Van OK Rock meg ezek. Szóval, na mindegy, ez egy ilyen vicces sztori. Rájuk azért nem szeretnék kitérni, mert nagyon-nagyon csalódtam abban, amit képviselnek. Szóval rólam azt tudni kell, hogy lehet én vagyok túl öreges, de számomra például a fű, meg az ilyen dolgok, azok olyan dolgok, amit felőlem csinálj, ha akarsz, én nem értek egyet azzal, amit csinálsz, de ne reklámozz. Azért ne reklámozz, mert valószínűleg a zenédet fiatalok is hallgatják, és ezek a fiatalok azt fogják látni, hogy ó, ez is füvezik, az is füvezik, amaz is füvezik, akkor ez egy normális dolog füvezni, elkezd az is füvezni, nem egy jó influence azoknak az embereknek, akik téged néznek. Szóval én ezen téren akármennyire is szeretem és tehetségesnek tartom a Crown the Empire-t, engem nagyon elvesztettek a mostani koncerttel,
amikor legalább háromszor kellett meghallgatnom azt, hogy mennyire szeret füvezni az éneket. Ha van egy bizonyos hírneved, akkor próbáld meg a legtöbbet kihozni belőle, és jó felé vinni a nézőidet, hallgatóidat, ne pedig a rossz felé, mert valószínűleg kapnak így is elég influence arra, hogy rosszat csináljanak, nem kell még, hogy a kedvenc zenekaruk is ezt nyomja a képükbe. Remélem, hogy megértettétek, mit akarok mondani. Sajnálom, hogy ilyen fura vagyok ezen téren, de szerintem ez nem is az, hogy fura vagyok, egyszerűen csak tudom, hogy egy hírnév mivel jár, és hogy milyen rossz influencer lehetsz ezáltal, és csak egyszerűen úgy érzem, hogy ők ezt nem jól csinálják. Ennyi. Meg főleg, hogy nem is olyan zenét játszanak, nem Rastafarit játszanak, hogy valami olyan zenét, amiben ilyen alap, hogy ez a füves kultúra benne legyen. Tehát ez meg a másik. Na mindegy, kezdjük is ezt a kis vlogot. Ismét itt vagyunk Bécsbe. Milyen újdonság? Pont egy hete voltunk itt. Nem, kevesebb, mint egy hete. De egy hete, pont egy hete, mert elsőjén voltunk itt. Jaj, szóval nem. Visszatértünk! Jaj, pityúj, belelóg a izé. Hello! Szóval gyönyörűek még mindig, úristen, annyira szeretem ezt a helyet. Szóval most épp megyünk megint a szokásos helyre, a gaszométerbe. Micsoda izgalmak. Már láttuk a Crown the Empire-nek a basszerosát, aki általában félpucéran szokott nyomakodni a koncerteken, szóval már is csodálatos élménnyel hagyjuk el az arénát. Közben én már megsirattam a CrossFit posztert. Nagyon fontos volt beállni el és fangörcsölni itt a kis Coldrain pólomban. Yeah, I don't know where I'm going.
Sziasztok! Igen, mit akarok mondani? Őszintén szóval nem tudom, szeretném először is befejezni ezt a vlogot. Méghozzá azzal, hogy hazaértünk, voltunk itt. Több videót kellett volna csinálnom a kutyákról. Hát gondolom nem kell mondanom, hogy nagyon jó volt a koncert, és most nagyon durván ilyen post-koncert szezon depressziót fogok érezni minden bizonnyal legalább 3 hétig. Nincs mit mondanom. Belül halott vagyok, de tényleg úgy érzem magam, pont talált egy csodálatos gifet erre, Dante. Szóval köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok ezen az elmebeteg utazáson, amit lenyomtunk itt egy hónap alatt. Elég jó volt, most még Szlovákiából hazajutunk Magyarországra, és vége van. Aztán még dolgozom pár napot, aztán már lesz is pihenőnapom, és ez csodálatos lesz. Sziasztok! Itt nem fogja jól bevenni a fényeket semmiképp sem a kis telefon, de véget ért a kis utazás. Mi ez már? Szóval véget ért a kis utazásunk, meg ez a kis vlog. Szóval köszönöm, hogy velünk voltatok. Hallgassatok sok Coldrain-t, sok CrossFit-et! Gyerekek, nem fogjátok elhinni, megint leszállítottak minket a buszról, mert megint valaki rosszul parkolt. És egyébként majdnem ugyanott vagyunk, az a legviccesebb az egészben. Szóval hát ez úgy tűnik, hogy ilyen. Szóval mutatom a merchet, amit vettem, csak mert most már tényleg szeretnék lassacskán elindulni. CrossFit. CrossFit-en vettem ezt a felsőt, ami eredetileg annyira nem tetszett, de gyakorlatilag volt egy fotózás híróval a basszerossal, amikor így volt a keze is, ez a minta így, ugye pont a személyhez jött ki, és annyira jól nézett ki, és így megláttam, hogy lehet kapni, és mondom, már csak azért megveszem. Úgyhogy őszintén szóval abszolút nem bántam meg, mert állandóan hordom, mivel tök vékony, tehát ehhez az időhoz, ami most van, hogy így nem lehet eldönteni, hogy meg akarsz fagyni, vagy meleged van. Ez egy tökéletes dolog, ami lehet a táskádban, főleg, hogy mivel vékony, össze is tudod hajtani, és mint látjátok, azért nem foglal olyan sok helyet. Mit vettem még? Hát azt, ami rajtam van. Szóval ez úgy néz ki, hogy ez az eleje, és ez pedig a hátulja. All the right technology to all the wrong people, ami egy nagyon nagy igazság egyébként. Ez igazából az Ex Machinának a fő mondani valója, az a legújabb album egyébként a CrossFit-nek. A technológia kezdi átvenni felettünk az uralmat, és ez nagyon-nagyon-nagyon igaz, és hogy általában van egy csomó jó technológia, amit lehetne használni a világban, de rossz kezekbe kerül. Tehát ez ilyen too deep, de valódi dolgok. Ezen kívül vettem még egy fekete-fehéret, mert ugye munkában én fekete-fehérbe dolgozhatok csak. Szóval tetszik ez a felső, főleg a hátulja, de hogy amúgy tényleg azért vettem meg, mert hogy munkában jó lesz. A hátulján pedig azon a Something has awakened from deep inside of me, ez egy dalszöveg egyébként a CrossFit-től. A Coldrain-nek elfogyott az összes merch, amire oda jutottunk, tehát csak egy L-es, nem viccelek, L-es felsőt sikerült beszereznem a merchükből, ami egyébként így néz ki, a hátulján nincsen semmi, ezt majd Hawkerrel közösen fogjuk hordani. Meg vettem egy Crown the Empire-os felsőt is, mert annak ellenére, amit az előbb mondtam róluk, azért szeretem őket. Meg őszintén szóval kurva jól nézett is, nem tudtam otthagyni, az pedig ez, mármint nézzetek már meg, ez a leggyönyörűbb felső, amit valaha láttam. Hátulján pedig ott vannak a dátumok is, és szintén nagyon boldoggá tesz. És ennyi szeretett volna lenni ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, és remélem tetszett, mindenképp írjátok le, hogy tetszett nektek a Coldrain és a CrossFit, illetve az update videóban már feltettem azt a kérdést, hogy szeretnétek-e, hogy legyenek ilyen fanfaktek a zenekarokról, mert akkor csinálok nektek egy ilyen kis videót, hogy mit tudtam meg ezekről a zenekarokról, meg ilyen vicces sztorikat, meg ilyeneket, azt szerintem mindenkit érdekelhet. Szóval írjátok meg, hogy tetszik-e ez az ötlet, vagy nem, vagy hogy mit szóltatok ehhez, szóval hajrá, nyomassatok nekem valami komment dolgot, mert rég láttalak titeket, rég hallottam rólatok, szóval szívesen meghallgatom a kis véleményeteket. Sziasztok!